Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni, indulunk! Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis. Szervusztok, ez a Parallaxis 18. adása, amiben egy kicsit a Star Trekkel fogunk foglalkozni, méghozzá abból az apropóból, hogy holnap érkezik nemzetközileg a Picard sorozatnak a bemutatkozása, és úgy gondoltuk, hogy érdemes foglalkozni azért ezzel a témával, de mielőtt foglalkozunk vele, köszöntöm kedves műsorvezető társaimat, Ádámot és Miklóst, szervusztok! Hello! Sziasztok! Hát érdemes azért a Picardról egy-két szót szólni, mielőtt még belemerülünk az adásba, hogy miért ez a nagy hype, és miért robban föl az internet emiatt a sorozat miatt. Hát Picard az tipikusan az a karakter, aki túlnő a saját szerepén és a saját sorozatán, mert az is ismeri, aki nem ismeri az új nemzedéket és a Star Trekket, köszönhetően a tonnányi mémnek, ami hát szakadatlanul jön szembe az emberrel. De Picard egyébként maga a diplomácia, maga a humanizmus, a mindig jó döntéseket hozó kapitány, aki hát gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy a Star Trek legnépszerűbb karaktere, hiszen a legnépszerűbb Star Trek sorozat az új nemzedék, és ő pedig a legnépszerűbb kapitány. De nem csak a jó tulajdonságai miatt szeretjük őt, hát attól izgalmas egy tévés karakter, hogy vannak neki hiányosságai is, ugye ő fél a gyerekektől, illetve szociálisan egy elég visszahúzódó ember, úgyhogy lehet erre ilyen poénokat alapozni. Tehát kicsit ilyen Columbo típusú karakter, akit mindenki megismer, hogyha éppen görgeti a Facebookot, és egyszer csak felbukkan. Miklós, te, aki nem vagy Star Trek rajongó, viszont a feleséged az, mit tudsz Picard kapitányról? Hát körülbelül ennyit, ezt én is tudtam, hogy a gyerekektől fél, de arra már nem emlékszem, hogy ezt melyik részből tudtam, de valóban mi is a TNG-nek vagyunk a legnagyobb fannyai, mármint a feleségemről kell itt elsőképp gondolni, annak ellenére persze az eredeti sorozatot is megnéztük, meg az azután levőket is, de az elmondható, hogy egy olyan rendkívül rokonszenves karakter, szinte a nyugodt polgári attitűdjével egy nagyon jó fej karakter, akit könnyű szeretni valóban. Úgyhogy azt hiszem, hogy a feleségemnek is ő a kedvence. Kedves hallgatókban talán felmerülhet a kérdés, hogy miért beszélünk Picard kapitányról egy tudományos és fantasztikus podcastben, de mindenkit megnyugtatok azzal kapcsolatban, hogy bizony-bizony van neki, és hát magának a Star Treknek, mint tudjuk, elég sok tudományos és fantasztikus vonatkozása. Erről fogunk beszélgetni a mai műsorban. Egy nagyon rövid szünet után folytatjuk, tartsatok velünk! A Parallaxis hamarosan folytatódik a rövid szünet után. Add át magad az élménynek és a véleménynek. Kattints a podcast.emtv.hu-ra és hallgasd a műsorainkat a nap bármely szakában, bárhonnan, bármilyen eszközön. podcast.emtv.hu. Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk, támogasd az ország legnagyobb Star Trek tematikus kifi portfólióját. Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a PayPal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Kommunikációs csatorna nyitva. Mercer kapitány Kellynek. Itt Kelly, mondjad. A Parallaxis visszatért. Aki látta a Nemzedékek című mozifilmet, ott bizonyára emlékszik rá, hogy Picard mesél az ő őseiről, egyrészt a Trafalgarnál harcoló Picardokról, amire nincsen történelmi dokumentációnk, viszont tudósokat is szóba hoz, amiről már annál inkább. Ő ott Nobel-díjas Picardokat említ, egészen konkrétan kémiai Nobel-díjas Picardokat. Ilyenről én nem tudok, de ha esetleg valamelyik kedves hallgató vagy épp Miklós
eszébe jut ilyen, akkor kérem, hogy jelezzék felém. Viszont van nekünk egy August Picard, aki onnan lehet ismerős elsősorban, hogy a légkört tanulmányozta, léggömbök segítségével tanulmányozta a kozmikus sugárzást, és a 20. században, 1927-ben volt egy nagyon híres esemény, talán a legnagyobb tudományos esemény ebben a században, ez az 5. Solvay konferencia, ahonnan van egy nagyon híres kép, ahol Einstein és Bohr társaságában egy csomó-csomó híres tudós, akinek a fele Nobel-díjas, látható egyetlen egy fényképen, és ott van az August Picard is, úgyhogy mindenképpen nagyon nagy szerepet játszott a 20. századi tudományban. Ráadásul neki volt egy ikertestvére is, Jean-Félix Picard. Talán ez a legszorosabb névrokoni kapcsolat itt a sorozat hőssel. Ő is a légkört tanulmányozta, illetve ő még mérnök is volt, kémikus is volt, de August Picardnak volt egy fia is, Jacques Picard, aki a Marianna árokban merült le a 60-as években 11 kilométer mélyen, úgyhogy ez egy egészen kiterjedt ilyen tudós família. Gene Roddenberry sohasem állította, hogy innen ihletődött Picardnak a neve, ráadásul van egy aprócska kis eltérés, hogy ezeknek a svájci tudósoknak két C-vel van írva a nevük, Picardnak meg csak egyel, de a Wikipédia, illetve a legtöbb forrás összeköti ezeket a Picardokat, úgyhogy szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy megvan a kapcsolat a tudomány és a Star Trek legnépszerűbb karakterek között. És ez nagyon érdekes, hogy éppen most került a kezembe Jacques Picardnak, tehát a fiúnak, aki lemerült valóban a Mariana árokba, az ő életrajza, vagyis nem is az életrajza, hanem a magyarul megjelent beszámolója ezekről az utazásokról, aminek az a cím, hogy 11 ezer méter mélységben, és ez tényleg itt van. És azt ugye mondtad, hogy lemerült, de azt fontos kihangsúlyozni, hogy az elsőként merült le oda, és az apja által tervezett tenger alatt járóval, vagyis batiszkáffal merült le a Challenger mélységbe, és egyébként a Mariana-árok az nem véletlen, hogy az 1960-as merülés az nagyon közel esik az ember első űrutazásához, ami ugye 1961, tehát ez pont annyira egy csúcs technológiai ágazat, és pont annyira egy olyan hely, ahol az embernek semmi keresti valója nincs, mint az űr, illetve az űrkutatás. Szóval ilyen értelemben nagyon is adekvát, mert egy ugyanolyan szintű felfedezőnek szerintem érdemes számon tartanunk Jacques Picard, mint mondjuk Yuri Gagarint. Arról nem is beszélve, hogy ebben a mélységben, a 11 000 méteres mélységben sokkal-sokkal kevesebben jártak azóta is, mint az űrben, vagy akár a Holdon. Na hát ez alapján akkor azt is mondhatnánk, hogy a víz mélye a legvégső határ. Így van, pont ezt akartam mondani, hogy aztán ez tényleg olyasmi, ahova no one has gone before, mondhatta a joggal Jacques Picard, amikor a Trieste nevű batiszkáffal 1960-ban elérték a földi tengerrajzat legmélyebb pontját. Lépjünk is tovább, mert hogy valódi tudósok is szerepeltek a TNG-ben, mint például Stephen Hawking, aki egy jelenetben pókerezik a holofedélzeten Einstein társaságában, aki természetesen egy színész alakít, viszont Stephen Hawking valóban ott volt és szerepelt a sorozatban. Így van, és erre nagyon büszke is volt, több könyvében is írja, megmutatja a képet, és persze én is láttam ezt a részt, és nem csak Einstein van ott, hanem együtt pókerezzük velük Newton is. Tehát azt hiszem úgy van a felállás, hogy természetesen Data, és Newton, Einstein, és Hawking, és azt hiszem, hogy ők négyen pókereznek, javítsatok ki, ha tévedek, és nem emlékszem, hogy mi lett az eredmény, de hát nyilván, hát ha valakinek tökéletes póker arca volt, akkor az a Hawking. Nyilván neki aztán a szeme serezdült. Igen, és én azt hiszem, hogy pont ő nyert, tehát ez a Pokoljárás című epizódnak az eleje, valahogy ő beblöffölte ott az Einsteint, nekem ilyen emlékeim vannak. Arról amúgy nem tudom, hogy mi a tudományos konszenzus, vagy a tudománytörténeti Einstein szakértő emberek, azok mit mondanak arról, hogy Einstein mennyire szeretett pókerezni, illetve hogy Newton korábban a 17. században ismert volt egyáltalán a játék, na de persze a holodecken minden megtörténhet. Hát Isten csak kockázni nem szeret, lehet, hogy pókerezni, igen. Ez így van. Ugye itt a Csaba Einstein nagy kijelentésére utalt, ami talán épp az emlegetett Solvay kongresszusok egyikén hangzott el,
amit ugye ő felhozott a kvantummechanika kritikájaként, mert a kvantummechanikában bizony azt tanulja az ember, hogy a jövő az még az információk tökélete, még ha valaki elméletileg minden információ birtokában van, akkor se tudja megjósolni, hogy mi lesz. Csak valószínűségekről lehet beszélni, pont mint egy szerencsejátékban. És hát akkor ezek szerint Einstein az viszont véletlenül akár még szerencsejátékozhatott volna is. Nekem, mintha én is láttam volna egy olyan képet, amin kártyázott, szóval azt hiszem, ez nem is teljesen elrugaszkodott a valóságtól. A Hawkingról meg köztudomású, hogy imádta a szerencsejátékokat és a fogadásokat is. Nagyon gyakran kötött fogadásokat a haverjaival. A póker első könyvben való említése egyébként a Wikipédia szerint 1843-ban történt. Hát Newton akkor még nem ismerhette, de hát amint a holófedélzetre meghívják, biztos vagyok benne, hogy Newton, mint a történelem legintelligensebb embereinek egyike, valószínűleg 2 percen belül magáévá tette a játék teljes szabályrendszerét és annak minden csínyát, bínyát. Egy változatát egyébként már 1829-ben játszották, de hát igen, amúgy a holófedélzeten minden lehetséges. Na és persze, az egy érdekes kérdés még számomra, hogy hogy lehet az, hogyha van egy ilyen android, mint amilyen a Data vagy Data, akkor, tehát hogy a póker, én ugye egy nagyon rossz ember vagyok ehhez a diskurzushoz ilyen szempontból, mert én például még csak nem is pókereztem soha. Tehát azt gondolná az ember, hogyha valaki nagyon jól tud blöffölni, az éppen pontosan egy android. Erről egyébként mit mond a Star Trek nagy hagyomány készlete, meg a ti kvázi tudományos Star Trek ismeret halmazotok? Hogyan lehet az androidokkal olyan játékot játszani, amiben hazudni kell, vagy blöffölni? Mert például Asimovnál ugye a robotok soha nem hazudhatnak embereknek. Az a robotika egyik első alaptörvény. Hogy van ez Star Trek univerzumban? Hát a Data az egy érdekes kérdés, mert ő egy olyan szereplő, aki szeretne ember lenni, és nem is nagyon érti az olyan fogalmakat kezdetben, mint a bluff, vagy hogy nem igazat mondani, vagy hogy mik ennek a valóságban a szerepei, mondjuk egy emberi társadalomban. Úgyhogy a Data tulajdonképpen egy Pinocchio metafora, ő egy ilyen wannabe human, aki értelmezni szeretné ezeket a fogalmakat és koncepciókat, amik ilyen mélyen emberi attitűdökből gyökereznek. Úgyhogy nem egyértelmű sajnos neki, amikor leül a pókerasztalhoz, hogy itt a blöffre megy ki az egész. Van egy olyan epizód, amikor a Riker jól be is blöfföli a Détát, és ugye ott is ugyanúgy csodálkoznak a többi szereplő, aki pókerezik, mint ő, hogy hát hogy sikerült ezt a robotot ennyire átejteni, aki matematikailag, meg akár meg is számolhatna a lapokat, tökéletes arra, hogy egy olyan játékban, ahol az emberi korlátaink megakadályoznak abban, hogy teljesen értékeljük az adott helyzetet, hogy lehet, hogy mégis a Riker ennyire be tudja őt blöffölni és át tudja ejteni. Na egyébként azért is hoztam szóba ezt az egészet, mert láttátok, hogy Asimovot beleszőttem a dologba, mert emlegettétek nekem egyszer, hogy a Star Trek világban az az állítás, hogy Détának pozitronikus agya van. Bármit jelentsen is ez, mondjuk azt én tudom, mi az a pozitron, az az elektronnak az antirészecskéje, de hogy mi lehet egy pozitronikus agy, azt nem tudom, viszont valamelyikőtök azt mondta nekem egyszer, hogy ez bizony Isaac Asimovtól származik, ez az elnevezés, vagy ez a konstrukció, és az meg azért aktuális, mert éppen 2 hete, vagyis amikor az adás megjelenik, akkor is még 1 hónapon belül van az, hogy Isaac Asimovnak szerintem minden idők egyik legnagyobb science fiction írójának a születésének a 100. évfordulóját ünnepelhetjük. Szóval Csaba, mi az a pozitronikus agy? Tudsz te erről valamit? Engem nagyon érdekel ez a dolog, mert nagyon jól hangzik. Aha, hát akkor tudok mondani erről valamit, hogyha máshova görgetek ebbe a cikkbe, és a Magdi írt róla. Én elsősorban itt úgy készültem be, hogy a Star Trek és Asimov kapcsolatát fogom nagyon ismertetni. Jó, akkor azt ismertesd, Léci, mert én akkora Asimov fan vagyok. Mondtátok, hogy nem vagyok nagy Star Trek fan. Ez igaz, bár szeretem a Star Trek-et, viszont nagyon nagy Asimov fan vagyok.
És ennek ellenére a Star Trek és Asimov kapcsolatáról a pozitronikus agyon innen és túl egyáltalán nem tudok semmit. Úgyhogy engem baromira érdekel minden. Isaac Asimov és a Star Trek, illetve a Star Trek atya Gene Roddenberry között volt kapcsolat, méghozzá az, hogy Asimov 1966. szeptemberében látta az első Star Trek epizódot, mert hogy a Star Trek valójában a 60-as években kezdődött, ugye az eredeti sorozattal, akkor még nem a Picard kapitány volt a főszereplő, hanem ugye a körkapitány, és Asimov egy nagy ohiói sci-fi találkozón látta ezt a részt. Az első között írt cikket róla a TV Guide-nak, melyben a sorozat tudományos hiányosságaira mutatott rá, tehát ezek szerint nem volt elégedett teljes egészében, az első benyomásai nem voltak pozitívak vagy pozitronikusak, hogyha ilyen szóviccal élhetek. Gene Roddenberry udvarias levélben válaszolt Asimov kritikus cikkére, elmagyarázva, hogy mennyire keményen dolgoznak rajta, hogy komoly sci-fi sorozat legyen a Star Trekből, miközben amennyire csak lehet, megpróbálják tiszteletben tartani az egyébként jobbára korlátot jelentő tudományos elveket is. Hát igen, azért a sorozatokban az csúnya tud lenni, amikor közbeszól a valóság, a fizika és a tudomány, és nem lehet akármit ugye megjeleníteni sajnos. A levélváltásból hamarosan barátság lett, olyannyira, hogy Asimov a későbbiekben maga is adott tanácsokat a sorozat történeteihez, karaktereihez, sőt, igazi rajongójává vált. Egy évvel később már lelkendező cikket írt, amelyben azért dicsérte a sorozatot, mert szexivé tették az intelligenciát. Tehát ez ekkor történt? Egyébként valahogy csodálatos, hogy Asimov egy sci-fi találkozón. Tehát, hogy úristen, nem? Most Miklós, te, mint Asimov rajongó, hát ez valami óriási. Képzeljétek el, a kapcsolatfelvétel napján ott lenne Asimov. Elég. Nekem az is elég, hogy a Miklós ott van a kapcsolatfelvétel napján. Hát én legalább ott leszek, tehát akkor te örülhetsz. Én azért jobban örülnék a Asimovnak, de hát sajnos persze tudjuk jól, hogy 1992-ben áttransformálódott a másik félségbe. Viszont az nagyon érdekes vele kapcsolatban, ha már egy kicsit aszimovozunk, hogy ő ugye tudós is volt. Mármint, hogy ő neki volt egy doktoria kémiából, meg ő tanított az egyetemen, aztán egy idő, tehát kb. Neki, egy ideig neki a tudományos karrierje együtt ment az írással, ami mind a kettőt már fiatal korában elkezdte persze, és aztán utána persze végül győzött az irodalom, és akkor végül már egyre kevesebb ideje jutott a kutatásra, és aztán teljesen abba hagyta. Viszont az talán kevésbé ismert, hogy a nagyon jól ismert science fiction munkássága mellett azért ő persze mindvégig írt ismeretterjesztő könyveket is, amik marha jók, és nem egy egyébként magyar nyelven is megjelent, például a Holt tragédiája az egyik, az rövid ismeretterjesztő írásokból van összeállítva, világ minden terület, de a tudomány minden területéről, és marha érdekes, a másik pedig a szupernova robbanásokról szóló alapvető ismeretterjesztő könyve, ami magyarul Robbanó napok címen jelent meg, és lehet, hogy még több is van, én ezt a kettőt ismerem ebből a kategóriából, szóval Asimov az abszolút favorit. Miklós, említetted, hogy mi az a pozitron, egy kicsit képbe tudnál hozni minket, hát ha rájövünk, hogy mit jelent a pozitronikus agy? Persze, a pozitron az lényegében az elektronnak a tükörképe valamilyen szempontból. Azt kell, hogy mondjam, hogy a pozitron az egy pici részecske, aminek pozitív töltése van, de egyébként minden más szempontból ugyanolyan, mint az elektron. Azt lehet mondani, hogy az elektronnak az antirészecskeje, és ebből ugye az következik, hogyha egy elektron és egy pozitron találkozik, akkor az történik, hogy bizony ők annihilálódnak, ami azt jelenti, hogy lesz belőlük kettő darab ellenkező irányba kirepülő fénykvantum, vagyis foton. Nem veszélyes ez, ha valakinek ilyen van az agyába? Hát bizony, ez azért, ezen kezdtem eltűnődni, hogyha valami, ugye az anyag antianyaggal összeér, akkor abból mindig ilyen csúnya dolgok lehetnek, és akkor emiatt persze felvetődött bennem, hogy például egy pozitront az ember meg akar kötni szépen, akkor mit csinál? Nem triviális a dolog. Egyébként létezik persze, nem csak az elektronnak van antirészecskéje, hanem például a protonnak is, az antiproton. Ebből következik, hogy egyébként semmi akadálya nincs, ha az ember ilyet nagy nehezen létrehoz, akkor lehet csinálni
például antihidrogén molekulát, ami úgy néz ki, hogy az antiproton körül kering egy pozitron, és ugye ez a szép az egészben, hogy ez mindaddig teljesen jó lenne, amíg nem találkozik egy anyagi részecskével, és akkor persze megint jönnek a csúnya annihilációs dolgok. Tehát az antianyaggal az a baj, hogy például pozitronok például tök simán, sima bomlási folyamatokban keletkezhetnek tulajdonképpen bármikor a Földön. Nagyon gyakran előfordul ilyesmi, de persze nagyon rövid ideig maradhatnak meg, hiszen gyorsan nekiütköznek valami anyagi részecskének, és ezért aztán szépen annihilálódnak. Ebből viszont az is következik, hogy más szempontból viszont tökre ugyanúgy lehetne minden anyagból és antianyagból, tehát az most egy véletlen, hogy amiből mi vagyunk, azt hívjuk anyagnak, és a másik részét hívjuk antianyagnak, de nagyon sokszor szoktam azon gondolkozni, hogyha például lenne egy másik galaxis, ami valamilyen oknál kifolyólag csupa antianyagból áll, most nem tudom, ilyen nyilván nem létezik, de mondjuk ha létezne, akkor azt a Földről a csillagászok egyáltalán nem tudnák megállapítani, azt hiszem. Hiszen az atomok az antihidrogénnak például, amiről beszéltem, annak ugyanolyan lenne mondjuk a fény spektruma, az teljesen ugyanolyan lenne, mint a sima hidrogéné. Tehát például az összetételek elemzéséből egyáltalán nem lehetne megállapítani, hogy az antianyagból van, mindaddig, amíg nem mennének oda a mi anyagból készült űrhajósaink, hogy megnézzék, amikor aztán abból csúnya robbanás lenne. És persze az egy nagy kérdése és misztériuma a világnak, hogy miért volt ez a szimmetrias értés a világegyetem kezdetén, hogy anyagból több keletkezett, mint antianyagból. Nyilván az történt, hogy valamiért több keletkezett az egyik fajtából, mint a másikból, és akkor megsemmisült az összes antianyag, és akkor a különbség az megmaradt, és abból vagyunk mi. De hogy ez miért volt így, az egyike a nagy nyitott kérdéseknek, és lehet, hogy egy pozitronikus agy kéne ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy mi itt a megfejtés. Na, én viszont közben megtaláltam maga Isaac Asimovnak a magyarázatát a pozitronikus szervezetekről. Azért kapta a pozitronikus jelzőt, mert első robot novellán megjelenése előtt 4 évvel fedezték fel az elektron pozitív töltésű ikerpárját, a pozitront, így az elektronikus helyett a pozitronikus megnevezés sokkal izgalmasabban, szkifiszerűbben hangzott. Napjainkra persze pozitronikus platina iridium agyam menthetetlenül elavult, találmányom már 10 év múlva kiment a divatból, mert az 1940-es évek vége felé rájöttünk, hogy egy robot agya csak valamiféle elektronikus számítógép lehet. Elektronikus számítógép végül is lehet bármiből. Ugye egyszer a kedves elektronika tanárunk Csákány Antal, Isten nyugasztalja, mondta azt, hogy hát ha valaki akarna WC-tartályokból számítógépet építeni, akkor az megtehetné. Egy kicsit nagy lenne, de a digitális számítógép minden kritériumét már tudja a WC-tartály, hiszen a diódákhoz nagyon hasonlóan azt tudja, hogy akkor kezd el újra töltődni, hogyha egy szint alá csökken a vízszintje, tehát ha úgy tetszik, van egy ilyen értéke a vízszintnek, aminél úgymond bekapcsol a WC-tartály, és ezt párhuzamba állította a diódáknak azzal a karakterisztikájával, hogy bizonyos feszültség fölött van áram, és az alatt viszont egyáltalán nincs. Hát a gépészeknek egyébként csak így lehet elmagyarázni, vagy pneumatikus, vagy ilyen más áramlási példákon keresztül a diódának a nyitóirányú előfeszítését. Így. Ha WC-tartályokból lehet számítógépet készíteni, akkor bizony szerintem akár még pozitróniumból, vagy platinából, vagy akármiből is. Sok WC-tartály kell hozzá, hogy mondjuk egy eres tárolót összetudjunk rakni belőle, ami egy vites tárolásra már. Szép kihívás, és mindenképpen nagyon clickbait. Az én a robotban egyébként, Viki, az nem egy pozitronikus agy volt? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát az biztos, hogy persze az iRobot az is egy Asimov mű, de lehet, hogy az már későbbi. Ezt minden esetre már is kiderítem, de az biztos, hogy az iRobot az egyébként, mármint ugye a film az ugye 2004-es, az világos, de most te nem is ezt kérdezed, igaz, hanem hogy amin az alapszik, ugye? Így van. És akkor ugye itt arról van szó, ami viszont engem abból iszonyatosan izgat a humanoid robotoknál, ugye az viszont biztos, hogy Asimov vezette be,
a robotika három alaptörvényét, ugye? Ami ez az, aminél Data parancsnok kapcsán már utaltam, és ezért érdekel engem, és pont az iRobotban, tehát Asimov könyvében, ami egyébként most már úgy látom, hogy 1950-ben jelent meg az iRobot, de ezt a három törvényt, ezt már 1942-ben a Runaround nevű novellában leírta Asimov. Ugye ez a robotika három törvénye, hogy első körben egy robot ugye nem okozhat sérülést egy embernek, és ugye bűnösök közt cinkos, aki néma, ugye mondja Babics, tehát ebből az következik, hogy a robot is bűnös, hogyha nem tesz meg mindent, hogy elkerülje, hogy egy ember megsérüljön. Tehát még az inaktivitást is bünteti az első törvény. Aztán a második törvény az, hogy a robotnak persze a parancsokat, amiket az emberek mondanak neki, azt követniük kell, kivéve, hogyha olyan utasítást adnak, ami az első törvényt sérti. Tehát, hogyha egy ember mondja, hogy egy másik embert öljön meg, akkor ez vagy okozzon neki bajt, akkor azt nem fogja megtenni. És akkor itt van a harmadik, ami pedig az, hogy meg kell tennie mindent a saját megvédése érdekében, mindaddig, amíg nem kerül konfliktusba az első meg a második törvénnyel. De hát ugye ez nagyon érdekes paradoxonokra enged lehetőségeket, és persze nagyon jó pofa volt, amit múltkor mondtatok, hogy amikor nézik a Boston Dynamics-nak a videóit, ahogy ezek a robotkák ott a masíroznak, meg rohangálnak, és a bostoni frusztrált egyetemisták meg verik őket mindenféle botokkal, aztán sose ütnek vissza, hogy mikor fog az előfordulni, hogy megsérti egy robot az első törvényt. Hát azt nem tudom, de akkor valószínűleg most, hogy jobban belegondolok, a pókerezés az nem esik bele, az nem egy akkora károkozás, hogy az sérteni az első törvényt, úgyhogy végül is ezzel a korábban feltett saját kérdésemre megválaszoltam a dolgot, és most aztán persze igen, igazad van abban, hogy valóban itt is pozitronikus robotokról ír az Asimov ezekben a könyvekben, de annak ellenére nekem továbbra sincs gőzöm se, hogy az micsoda, de örömmel hallottam, hogy lényegében, amit a Csaba az előbb idézett tőle, abból számomra az következik, hogy ő se tudta, hogy miről ír, csak tényleg választott egy jól hangzó kifejezést. Egyébként szerintem is nagyon jól hangzó kifejezés, és meg is fogalmazódik bennem az a kicsit, vagy nem kicsit álnaív kérdés, hogy egyébként Data nem túl buta ahhoz képest, hogy pozitronikus agya van? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nekem meg az jutott eszembe, hogy végül is az érzelmi intelligencia az biztos, hogy teljesen más, de azt nem tudom, hogy az a pozitronikussághoz hogyan kapcsolódik, viszont az meg aztán nagyon is eszembe jutott, hogyha egy ilyen szuperintelligens humanoid egy társaságban, mondjuk egy hajó legénységébe be akar illeszkedni, és egy ilyen, hogy hívják, egy szociális hálóban szeretne ottan létezni, akkor viszont azt hiszem, hogy mindenkinek még jobban az agyára menne, hogyha tényleg a teljes intelligenciáját megvillantaná. Tehát lehetséges, hogy Datánál az, ha néha egy kicsit butábbnak tűnik, mint amilyen lehetne, az egyszerűen egy jól felfogott, kiszámított érdek, hogy egyszerűen csak úgy csinál, hogy emberszerűbbnek tűnjön, hiszen ember is akar lenni, és ez valószínűleg azt jelenti, hogy tudatosan vissza kell tartania néha a választ akkor is, ha azt ő tudja, hiszen senki nem szereti az ilyen okoska-szerű szereplőket, akik aztán mindig tudják a választ, és ráadásul még mindig igazuk is van, akkor ugye az egy idő után az ilyenek, ez sajnos tapasztalati tény is, mindenki belefutott már ilyenbe, vagy innen, vagy onnan, azok általában kirekesztődnek a közösség perifériájára, és hát nyilván Data ezt nem akarta soha. Főleg, ha ott van a hajón például Del Spooner, hogy utaljak az én a robotra, és egyébként amivel kapcsolatban szerintem érdemes elmondani, hogy az írók között Akiva Goldsman is ott volt, ugye, aki most a Star Trek Short Tracks-ben is aktív szerepet vállal, illetve a Discovery sorozatban is, igaz, Csabi? Így van. És egyébként játszik a filmben Bruce Greenwood is, aki ugye pályakapitány a Kelvin filmekben. No de, egy rövid szünet után a Fantasztikumból áttransportálunk a tudomány világába, és megnézzük, a motorról a mobiltelefonon túl hogyan alakul a valóságban a Star Trekben látható kütyük és technológiák sorsa, és milyen tudományos eredményeket vetített előre a Star Trek az új nemzedék című sorozata. Maradjatok velünk, azonnal folytatjuk. Parallaxis. Az űr.
a legvégső határ. Ennek a végtelenjét járja az Impulzus Podcast csapata. Céljuk a Star Trek tematikus hírek és epizódok kibeszélése, és hogy a magyar rajongókat eljuttassák oda, ahová még senki sem merészkedett. Az Őrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő kibeszélőjét az impulzus.őrszekerek.hu címre kattintva találod. A Parallax is most folytatódik Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. A térhajtómű és a transzporter még igencsak a jövő zenéje, ezekről már sokat beszélgettünk itt adásban is, például a Parallax is legelső adásában a térhajtóműről elég sok szó esett, de mi a helyzet például az orvostudomány terén, amiről egyébként szintén beszéltünk egy korábbi Parallaxisban, mondjuk a Tricorderrel, mert hogy néhány éve egy amerikai cég 700 millió forintnyi dollárt nyert a valódi Tricorder kifejlesztésére. Ez egy kicsit zavaros terület, mert annak ellenére, hogy nagyon-nagyon sok helyen olvastunk róla, hogy valódi Tricordert fejlesztenek, ha az ember így beírja a Google-be, akkor hát 600 különböző eredmény fog belőle kijönni. Talán az egyik legelhíresültebb példa ez az XPRIZE nevű pályázat, ahol ha jól tudom, akkor két nyertes cég is kikerült ebből az egészből, de amire visszautaltál, hogy csináltunk adást Dr. Meskó Bertalannal még 2018-ban, ő is úgy tudósított, hogy ezekből végül semmi nem lett. Inkább azt emelte ki ebből az egész Star Trekből, hogy az egy követendő irány a valóságban az orvosi jövőkutatás területén, hogy ne a beteg menjen el az ellátásnak a helyére, hanem az ellátás valósuljon meg ott, ahol éppen én vagyok, és ennek az egyik elengedhetetlen eszköze ez az orvosi Tricorder, és ennek a kifejlesztése. Hát olyan eszközök már vannak, amikkel ilyen-olyan életjeleket lehet kimutatni, viszont olyan eszközöknek a kifejlesztésén megy a vita, illetve ott állt meg a dolog, hogy különböző diagnózisokat fel tudjunk állítani, mondjuk 20-30-40 különböző diagnózist fel tudjon állítani az adott eszköz. Hát ezek már nem annyira terjedtek el, mint azt elsőre vártuk volna. Illetve Bertalan még azt is elmondta az adásban, hogy bár dicsérendő a Star Treknek ez az irányvonala, hogy egy Tricorderrel tulajdonképpen az ellátásnak a helye az bárhol lehet, de ez mégiscsak korlátozott még a sorozatban is, tehát mondjuk sokszor elhangzik az, hogy hát transportáljuk fel inkább ezt a sérült embert a gyengélkedőre, és az is egy pozitív dolog, hogy ott van az orvos, tehát attól, hogy a jövőben vagyunk, még nem szűnik meg az empátia és az emberi érintkezés, főleg egy ilyen kritikus helyzetben. Viszont maga a gyengélkedő, arról azt mondta Dr. Meskó Bertalan, hogy az már megmosolyogtató, a 24. században ő már biztosan nem számítana rá, hogy a gyógyításnak egy ilyen kitüntetett helyszíne legyen. Hát ha csak nem egyszerűen azok miatt, hogy például járványok terjedését megakadályozzák. Hát lehet, bár lehet, hogy a 24. századra persze már ennek is lesz más ilyen megoldása, de gondolom, igen, hogy ilyen buborékokba az is egy funkció, zárják az ember. Igen, karantént felállítani. Igen, ez a helyes kifejezés, csak nem jutott eszembe már ez a magyar szó. De most azt ilyen outsiderként azért megkérdezem, hogy a Tricorder ugye egyrészt diagnosztizál, de akkor ezek szerint gyógyít is, tehát hogy ennek ez tud gyógyítani ez a kütyű? A film? Nem, én csak úgy vettem észre, hogy nem. Igen, jó, igen. Tehát csak egyértelműen kijelenthetjük, hogy nem. Tehát ez csak egy szkennelő eszköz. Aha, mindegy, jó, hogy orvosi Tricorderről, vagy az általános Tricorderről beszélünk a Star Trek világában. Úgy kell elképzelni, aki esetleg még az életben nem látott Tricordert, vagy ilyen jelenetet a Star Trekből, hogy mindenféle kontaktus nélkül gyakorlatilag érik el ezt a diagnózist. Igen, de egyébként most már, ha belegondolunk, hogy hát ha nem is kontaktus nélkül, de hát vannak az okos órák, meg az okos telefonok, amik egy csomó olyan adatot eltárolnak rólunk, amikből bizonyos esetekben teljesen jól le lehet vonni mindenféle egészségügyi következtetéseket. Például van olyan, ami naplózza, hogy hogyan forgolódsz álmodban. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de pont ezt akartam mondani, ugyanis én most néhány napja az okosórámmal együtt alszom, és mindig megnézem, hogy mennyit aludtam mélyen, mennyit aludtam éberálomban. Van ilyen statisztika, amit ugye ír.
Nem alszol rosszabbul, mióta ezt nézed, mert én meg olyan kutatást is olvastam, hogy ez az okosórás, alvás öndiagnózis, ez befolyásolja azt, hogy hogyan alszunk, és teljesen más lesz a végeredmény, ha annak tudatában fekszünk le, hogy mérési eredmények keletkeznek. Én őszintén szólva, én ezt egy olyan tesztnek szánom, kíváncsi vagyok, hogy valójában, hogy miért, mert hogy én laikusként nem tudom elképzelni, hogy azt, hogy az én órám, ami egyébként inkább aktivitásmérő, az hogyan tudja, hogy én mikor alszom el, nyilvánvaló, hogy a pulzus számomból következtet mondjuk mindenre, de hogy ez mennyire valós, és mivel időpontszerűleg tudom utólag megnézni, hogy mikor írta, most például az előző éjszaka, van egy 45, körülbelül 45 perces szünet, amikor állítólag ébren voltam éjszaka, csak én nem emlékszem rá, de a statisztika szerint igen. És én ezt egy ilyen érdekes tesztnek szánom, mert én azt gondolom egyébként, hogy valójában azért ezek még eléggé gyerekcipőben járó technológiák a hétköznapjainkban, még a legmárkásabb ilyen okosórák, aktivitásmérők sem tartanak ott technológiailag, ami, mint ahogyan mi hisszük azt, hogy ott tart. És arra gondoltam persze, hogy persze az egyik része az az, hogy milyen hatékonyossággal lehet persze naplózni a dolgokat, például akár legyen az pulzus, vagy verejtékezés, vagy akármi más, de persze a lényeg, ami az egész mögött kell, hogy húzódjon, az egy marha nagy öntanító adatbázis, amely alapján lehetségessé válik az, hogy bizonyos betegségeket, vagy akár például epilepsziás rohamokat korai riasztó módszerrel, tehát nagyon korai előjelekkel detektálni tudjon egy rendszer. Erről komoly kutatások vannak. Én is voltam olyan alkalmazott matematikai kongresszuson, amin konkrétan volt egy előadás, ami pontosan arról szólt, hogy például epilepsziás rohamokat, vagy sztrókot, vagy akár szívinfarktust hogyan lehet, mármint nem az, hogy konkrétan mikor fog bekövetkezni, de ennek akár a hónapokkal vagy hetekkel korábbi előjeleit hogyan lehet például a folyamatosan naplózott adatokból, mondjuk szívdobogási adatsorból rekonstruálni, és az viszont egyáltalán nem tűnik annyira nagyon távolinak. Tehát, hogy simán el tudok képzelni, hogy olyat, hogy egyszer az embernek szól az okos órája, hogy léci, menj el dokihoz, mert mondjuk, mit tudom én, 30%-kal megnőtt annak a valószínűsége, hogy mit tudom én, 2 hónap múlva lesz valamiféle szívinfarktus-szerű valamit, vagy mit tudom én, egy ilyet aztán abszolút simán el tudok képzelni, és én azt hiszem, hogy ehhez nem kell a 24. századig várni, hanem szerintem ez egy 10 éven belül ez egy reális opció, hogy ilyesmik valóságosak lesznek, és az nagy segítség lesz szerintem az egészségügyi ellátásnak. Ha nem is tricorder, de valami elég hasonló. Erről az jut eszembe, hogy azt várjuk, hogy az egészségügy beépül a mindennapi életünkbe, és nem lesz helyhez kötött. A Star Trek is kicsit így viszonyul a tudományhoz. A tudomány az nem pusztán laboratóriumokban és intézményekben valósul meg, hanem gyakorlatilag ilyen alkalmazott tudományt látunk az egyes epizódokban, mert a csillagflotta az úgy működik, hogy nem csak egy katonai szervezetet látunk, hanem teljes egészében beolvad a kutatásba minden, tehát nincsenek civil tudósok, egyébként vannak, mert néha látunk ilyen Krieger hullámgenerátoron dolgozó szervezetet, vagy egy Genesis torpedót létrehozó kutatócsapatot, de azért az esetek többségében ott a csillaghajón szembesülünk egy problémával, és ott helyben kell tudományos megoldást találni az adott helyzetre, úgyhogy egy ilyen egybeolvadásnak vagyunk a tanúi. Ez a különleges a Star Trekben, hogy valahogy nincsenek civil szereplők a történetben, és az űrkutatás az a mozgató rugó, ami a tudományt előre lendíti. Hát ez egy kicsit zene füleimnek, tehát én is azt gondolom, hogy egyébként az a tény, hogy ma itt van a miniatűrizálás, meg itt vannak a számítógépek, az az iskola példája annak, hogy az űrkutatás az hogyan mozgatja a technikai fejlődést, mert a számítógép, amik nélkül ma el se tudjuk képzelni az életünket a számítógépek nélkül, de nem volt rá meg a társadalmi igény.
Tehát senkinek nem jutott eszébe, hogy milyen jó lenne, még Asimovnak se amúgy. Nem jutott eszébe az, hogy milyen jó lenne, hogyha mindenkinek, mennyi mindent lehetne csinálni, ha mindenkinek lenne otthon egy asztalon elférő számítógépe. Egyszerűen az emberek nem akartak ilyesmit, mert ezt el se tudták képzelni, hogy ez mi mindenre jó. Az úgy volt, hogy az űrtechnika kényszerítette ki, hogy a rakétákra, ahol kicsi a hely, meg minden kiló több tízezer dollárba kerül, hogy fölvigyék, meg hogy le kellett valamivel szállni a Holdra, hát kellett csinálni fedélzeti számítógépet abban a korszakban, amikor egy számítógép egy szobában épp hogy elfért, de itt hirtelen el kellett férnie ennek a számítógépnek egy ilyen doboznyi kis helyen, és akkor a miniaturizálás ez bizony maga után vonta, hogy lehetett kicsi számítógépeket csinálni, és ha már lehetett kicsi számítógépeket csinálni, akkor már, amikor már mindenkinek lehetett ilyenje otthon, akkor megjött közben az idő igény, hogy basszus, ez mi mindenre jó. Ezzel lehet játszani, ezeket össze lehet kötni, lehet belőle internet, lehet szövegszerkesztés, lehet akármi e-mail, tehát mindenféle dolog, ami fordítva volt, tényleg az űrkutatás kikényszeríti az új technikát, és aztán utána jelenik meg az, hogy a társadalom akar vele valamit kezdeni. Mert egyszerűen az emberek fantáziája az korlátoltabb annál, mint amit gondolnánk elsőre. Tehát magunktól csak azért, hogy legyen egy ilyen remek kis asztali gépünk, mint ami előtt én ülök, hát ez így önmagában nem jött volna létre a technika történetében. És annyi erre a példa, hogy én mindig ezt mondom el, hogyha valaki kétségbe vonja azt, hogy az űrkutatásnak mi a társadalmi haszna. Mert például ez. És úgy látszik, a 24. században sincs ez másképp. És egyébként nagyon érdekes, hogy a 24. században bár csak fikció, hiszen egy sorozatról beszélünk, de mégis a Star Trek megjósolta a tudományos magyarázatot arra, hogy mi történik az emberi aggyal a halál után. Így van. Tehát amikor a szívverés vagy a vérkeringés leáll, akkor megszűnik az oxigén ellátás, ezután 20 és 40 másodperc között következik be az úgynevezett agyi isémia, amikor ezek a neuronok csökkentett üzemmódba kapcsolnak, és így valamennyit ők elraktároznak, elszévelnek a fogyatkozó energiakészletből. Ilyenkor az agy elektromosan inaktív, de elvileg még vissza lehet hozni az életbe, ez már önmagában egy ilyen science fiction alapszituációnak tűnik. Viszont pár perccel később jön egy úgynevezett agycunami, amikor egy neuroelektronikus hullám söpör végig az agyon. Na most ez az a bizonyos szakszó, amivel a kutatást vezető Dr. Jens Dreider nagyon egymásra talált a Star Trekkel, és azt mondta, hogy kísérteties a hasonlóság a között a kutatás között, amit ők csinálnak, és ami itt megjelent a sorozatban. Az idegsejtek depolarizálódnak, mondta Dr. Crusher, vagy a Viasat-féle szinkronban, ugye azt hallatjuk, hogy a neuronok kezdenek lemerülni. Ezt úgy kommentálta Dr. Dreier, hogy a Star Trek alkotói biztosan találtak egy olyan kutatást akkoriban, ami állatok esetében részletezte ugyanezt a folyamatot. Az első ember, aki ilyen nagy hullámokat kutatott, egy brazil idegfiziológus volt, aki nyulakon végzett kísérleteket a 40-es években. Mi csak annyit tettünk, hogy az emberek esetén is megmutattuk. És erről eszembe jutott az is, amit egyébként tavaly megbeszéltünk egy Parallaxis Live-ban, vagy lehet, hogy egy podcastban, nem is emlékszem. Tudjátok, volt akkor az a kutatási eredmény, tudom, hol volt. Emlékeztek arra az adásra, amikor a creepy tudományos eredményekről beszélgettünk? Éppen Halloweenkor került adásba természetesen. A kutyafejes máskor. Adás. Így van, a kutyafejes adás, és akkor abban volt az viszont, ami egy friss tudományos eredmény, hogy agyi aktivitást mutattak ki, aztán éppen megint csak bostoni, tehát MIT-s kutatók olyan disznóagyakban, amelyeket egy ilyen vágóhídról szereztek be, amelyeket akkor már órákkal korábban lemészároltak, de még utána is bizonyos agyi funkciókat tudtak kimutatni, ami azért volt döbbenetes, mert akkor persze az agy az már teljesen el volt választva az állattól, meg minden, és akkor ez felvetett persze mindenféle ilyen egzotikus kérdéseket, hogy mi történik a tudattal, és hogy
egyáltalán mi, hogyan kell interpretálni azt, hogy, hogy minthogyha az az agy, az nem lenne 100%-osan teljesen halott. Hogyha bizonyos szinapszisokon meg mindig megy valami információ, amikor az agy az már tök máshol van, szóval ez egy kicsit valóban elég creepy volt, és hát ez jutott nekem eszembe ennek kapcsán, hogy bizony, hogy mi történik az aggyal a halál után, hát ez nem egy emberi agy volt, hanem egy disznó agy, de hát gondolom a lényeg az hasonló, és hogy ez az egész történet, ez még rögtön, még egyáltalán nem ér véget, úgy tűnik, néhány órával a halál beállta után, amikor a neuronok, ahogy mondtad, csökkentett üzemmódba kapcsolnak, hanem hogy még utána, akár bizony napokkal utána is történhet valami, de hogy a nagy kérdés az, hogy mindez hogyan néz ki belülről, hát azt nem tudjuk. Persze itt ugye szó sem lehet arról, hogy itt visszahozható lenne az életbe a páciens, vagy akár ez a disznó, tehát itt ugye erről szó sem volt, ez most nagyon más, amit én mondok. Csak... Pedig pont erre gondoltam, ha egy creepy szekciót nyitunk itt is, akkor ilyen befőttes üvegekben tárolt agyak jutnak eszembe, akik ilyen pneumatikus oxigénellátó rendszeren élnek. De lehet, hogy mi is ilyenek vagyunk, és egy szimulációban élünk. Ó, jaj, igen. Hát ez gyakran előkerül mostanában, mint ötlet. Véletlen? Aligha. Most ismét elmegyünk egy rövid szünetre, aztán folytatjuk a valósággal a Star Trekben, amiket sokat hallunk a tahionoktól az antianyagon át, a barion részecskékig és a gravitonig, és említésre méltó megvalósuló technológiák is következnek, mint például az egyetemes fordító, maradjatok velünk. A Google Translate így mondja ki, hogy parallaxis. Élmény és vélemény, illetve tudomány is fantasztikum egy helyen. Kattints a video.mtv.hu oldalra, és válogass az mtv.hu, a Parallaxis és az Őrszekerek közösségi flotta saját gyártású videóiból. Közösségi élmények, érdekességek, interjúk, helyszíni riportok, tudományos ismeretterjesztés, valamint tudósítás a legkülönfélébb rendezvényekről és exkluzív sajtóeseményekről. video.mtv.hu. Élmény és vélemény. Égriadó. Nem látja egyes? Azt hiszem, megkívásolott a portálvető. Ez itt csak nem a Parallaxis. Tehát ha tudomány és fantasztikum meg Star Trek, akkor persze kötelező ismét elmerengenünk azon, hogy mindazok az eszközök, technikai megoldások, sőt, tudományosnak hangzó részecske típusok vagy anyagtípusok, amik előfordulnak a Star Trek univerzumában, azok vajon előfordulnak-e a mi univerzumunkban is? És hát akkor persze az Ádám által korábban felkonferált dolgok közül itt vannak például a tahionok, ami egy nagyon egzotikusan hangzó anyagfajta, és bizony, persze ezt nem a Star Trek-esek találták ki. A tahion az egy valóban létező, vagy nem létező, de mindenképpen fizikusok által kitalált hipotetikus részecske család, ami egészen egyszerűen azt jelenti, mint ahogy a görög szó is erre utal, ugye a tahi az azt jelenti, hogy gyors, és a tahionok olyan részecskék, amik nem csak hogy gyorsak, hanem hogy gyorsabbak, mint a fénysebesség. Na most álljon meg a menet, mondhatta mindenki, hát nem azt tanultuk Einsteintől, hogy semmi nem mehet gyorsabban, mint a fény. Hát, egyesek szerint nem ezt tanultuk, az biztos, hogy tanuljuk Einsteintől, a relativitás elméletből, hogy ha valaminek van tömege, és lassabban megy, mint a fény, már pedig ugye a mi világunkban ilyen dolgok vannak, azt nem lehet fénysebességre, no pláne annál gyorsabbra felgyorsítani, egészen egyszerűen azért, mert ahhoz végtelen energia kéne. És persze az a helyzet, hogy nagyon sokan azt mondják, ahogy ezt gondolhatják is a hallgatók, hogy ilyen nem nagyon létezhet, hiszen ez ugye az okokozati problémát, amiket jól körüljártunk már több adásban is, azt sértené, tehát itt már többször elhangzott, hogy lehet, hogy van az univerzumban valamiféle kronológia védelmi elv, ami arról szól, hogy semmilyen vonatkoztatási rendszerből sem fordulhat elő olyan, hogy egy okozat megelőzze az okot onnan nézve. Viszont, hát hogyha tahionok léteznének, akkor bizony persze előfordulna ilyen, hiszen fénysebességnél gyorsabb kommunikáció esetén előfordulnának ilyen dolgok, mondják, akik ezt rendesen végig gondolták, és emiatt aztán nagyon szkeptikus a tudós társaság nagy része, a tudományos közvélemény nagy része a tahionokkal szemben. A másik meg, amiből furcsaság származik, az az, hogy persze,
hogyha attól még, hogy ezek ilyen egzotikus részecskék, attól még érvényes kell, hogy legyen rájuk például a relativitás elmélet. Ezek szerint az egyik legfontosabb jóslás az, hogy a tachionoknak számunkra mérhető értelemben nincsen tömegük, hanem valami más dolguk van, képzetes tömegük. Hát ez nagyon érdekes, és el se tudom képzelni, hogy ezt hogyan lehetne kimérni. Márpedig, hogyha érvényesek rájuk a relativitás elmélet egyenletei, akkor ebből bizony tényleg ennek kell következnie, bármit jelentsen is. A fizikának mi szüksége van a tachionokra? Hogy merült föl? Ez egy nagyon jó kérdés, mert én azt hiszem, hogy valójában most már erre elmúlt a szükség, tehát én azt hiszem, hogy jelenleg nincs szüksége a standard modellnek, vagyis a világ részecskét leíró modellnek ilyen tachionokra. Lehet, hogy most a Star Trek rajongók meg fognak kövezni, de én úgy emlékszem, hogy egyébként ez a tachion részecskék akkor jönnek, meg a tachion sugárzás az a Star Trekben a térhajtómű kapcsán merül föl. Ha esetleg tévedek, vagy pontosabbat tudtok, azt mindenképp kommenteljétek meg hozzánk. Úgyhogy a Star Trekben sem nagyon tudunk meg róla többet, az antianyag felhasználásáról a valóságban viszont igen, mert hogy ez egy olyan téma, ami újra és újra előjön. Röviden, Miklós, föl tudnád vázolni, hogy miért anti, mert hogy a kínai étterem is Kínában étterem, nem kínai étterem. Igen, valóban az a helyzet, hogy ha mi antianyagból lennénk, akkor ezt hívják anyagnak, és a másikat antianyagnak. Tehát itt valóban az univerzum kezdetében volt valamiféle spontán szimmetria sértés, aminek nem tudjuk az okát, persze van róla mindenféle elmélet. A lényeg az, hogy valójában, ahogy mondod is, kétféle anyag létezik ilyen értelemben a világon, amelyek azonban általában nem nagyon vesznek egymásról tudomást, szerencsére. Egyszerűen a mi világunkban ez az antianyag, ez kevés. Ez bizonyos értelemben ugyanolyan anyag tényleg, mint a mi anyagunk, és valóban lehetne belőle bármit építeni, lehetne belőle építeni, mit tudom én, kis cicát, számítógépet, mit tudom én, mit, határmenti kerítést, tehát bármit egy olyan univerzumban, amiben antianyag van, és egyáltalán nem vennénk észre semmi különbséget, egészen addig, amíg nem találkozna az anyag másik fajtájával, mert akkor bizony az anyag-antianyag találkozás eredményeként általában előbb-utóbb szétsugárzódás lép föl. Ugye említettük példaként már ebben az adásban a pozitron-elektron szórást, vagyis amikor a pozitron-elektron összeütközik, és annihilálódnak, vagyis fényé válnak, és egyébként, hogy ne sérüljön semmiféle szimetria, ezért mondtam azt, hogy nem is csak egy fényrészecske, vagyis foton keletkezik, hanem mindjárt kettő, amik jól kirepülnek ellentétes irányba, ha úgy tetszik. Persze az is kérdés, hogy honnan nézzük. Azt hinné az ember, hogy ha az anyag és az antianyag között igazából nincs különbség energetikailag, akkor az elején az univerzumnak biztos mind a kettőből ugyanannyi volt. De ha mind a kettőből tök ugyanennyi lett volna, akkor azok megsemmisítették volna egymást. És akkor nem maradt volna az univerzumban semmi, csak fény. De nem ez történt, hanem maradt anyag, és antianyag az tényleg úgy tűnik, hogy szabadon nem is nagyon maradt. Ettől még antianyagot tudunk csinálni, mert az anyagnak vannak olyan bomlásai, amelynek során átmenetileg keletkeznek antirészecskék, például pozitronok, vagy például antineutrinok, vagy akár antiprotonok. Tehát sokféle, lényegében minden anyagi részecskének az antirészecskéjét elő tudjuk állítani, de annyira ezek nem stabilak, tehát ezek aztán persze rövid úton csúnyán meg is semmisülnek, és persze a Star Trekben is pontosan erre használják, ami az antianyagnak a legfőbb felhasználási területe lenne, hogy pont az anyag-antianyag robbanáskor felszabaduló rettenetes energia, azzal nagyon jól lehetne űrhajót hajtani. És a térhajtó műről, mint már korábban mondtam, az első Parallaxisban beszélgettünk hosszan-hosszan, és ha már szóba jött a térhajtómű meg az antianyag, akkor jöjjön szóba az, amivel a térhajtómű működik a Star Trek univerzumában, a dilítium kristályokkal. De mi is az a dilítium, mert hogy ez egy vegyület, és valóban létezik? Hát én erről semmit nem tudok, csak annyit, hogy a dilítium, mint vegyület, az valóban két lítium atomból álló molekula, ami Li2 néven fut, és hát bizony
előfordul, de nem hiszem, hogy ez kristályos állapotban lenne jelen, úgyhogy itt igazából visszapasszolnám a labdát. Azt tudom, hogy a Star Trek univerzumban a térgörbítéshez van valahogy erre szükség, de nem is vagyok benne biztos, hogy ott ugyanarra a dilítiumra gondolnak, mint amit a vegyészek annak hívnak, mert nem nagyon tudom elképzelni, hogy simán dilítiumból lenne egy ilyen kristályrács. Igazából tanástalanul széttárom a kezemet, és én a gravitonokról se tudok ám semmit. Ezeknek nincs semmilyen tudományos beágyazottsága szerintem. Ennyi erővel fölírhattuk volna ide a kronoton részecskét is, amivel aztán ilyen temporális beavatkozásokat lehet csinálni. Semmi értelme nincsen az égvilágon, én azt mondanám. Úgyhogy szágódjunk is tovább, és az utolsó témaként beszéljük meg az említésre méltó megvalósuló technológiákat, mint például ugye az egyetemes fordító, ami hát nekem egyébként, ha már így beszélgetünk róla, akkor Csaba, elsősorban tőled kérdezem, hogy nekem nem tiszta, mert az egyik Deep Space Nine részben, mikor visszamennek az időben és lezuhannak, felengik a Földön, akkor mintha a fülükben lenne, máskor meg mintha a kommunikátorban lenne, de amikor leveszik a kommunikátort is értik, szóval ez nekem nem világos, hogy ez helyileg hol van, az új filmekről meg már ne is beszéljünk. Én is több helyen láttam ezt a Star Trekben, az eredeti sorozatban egy nagy cső volt, amit az egyik epizódban elkezdtek szerelni, legalábbis a Mr. Spock megbütykölte. Az Enterprise-ban én azt hiszem, hogy magában a hajóban volt, illetve amikor leszálltak a Tricorder, tudott ilyet, és minthogyha a Discovery-ben is ez így jelent volna meg, tehát a Tricorder szintjén lehetett ezt kezelni. A 24. századi sorozatokban pedig, minthogyha a Com Badge, ez a jelvény lenne az, amiben benne van az univerzális fordító. Ez egyébként logikus, tehát egy olyan dologba lehet beépítve szerintem, amit mindig magával visz az ember. Láttam ilyet egyébként a Black Mirrorban is, a Man Against Fire-ben is volt egy ilyen univerzális fordító, a katonáknak így a vállán vagy valahol volt egy ilyen kis szerkezet, és ott gyakorlatilag ez olyan úgy működött, mint egy tolmácsgép. Az ember elmondta, hogy mit akar, és elhangzott utána egy férfi vagy női hangon a fordítás. Most ilyenkor ugye a legnagyobb buktatók szerintem a valóságban akkor állhatnak elő, amikor idiómák, átvitt értelmű kifejezések kerülnek a képbe, ezekből egész egyszerűen adatbázist kell képezni, hogy ne keletkezzenek félreértések, tehát például turisták ne forduljanak vissza az anyaországukba monoklival, amikor véletlenül valami illetlenséget kérdeznek ott a helyiektől. Szóval ezek a nagyon kemény diók, mert Google fordítóban is előfordulnak az ilyen szószerinti fordítások, vagy hogy rosszabb lesz a végeredmény, nem az jön ki belőle, mint amit az ember eredetileg gondolt, és egy sértő megfogalmazásba ütközik az ember. Ugye például a Google Translate-ről azt tudni kell, hogy minden nyelvet angolra fordít, tehát ha én mondjuk német, magyar szöveget szeretnék németül megtudni, azt először lefordítja angolra, és onnan fordítja vissza németre, a mondatok beírásával, a kifejezések megválogatásával, mivel kontextusban keresi a fordítást, ezért lehet azért trükközni, de hát valóban mondjuk azért egy üzleti tárgyalást nem lehetne egy Google Translate-re, és egyébként talán bármelyik másik fordító, sőt, bármelyik másik fordító programra se rábízni. Van-e tapasztalatotok nektek ilyen helyzetben, amikor mondjuk a mobiltelefonotok használatával vagy számítógéppel úgy kellett valakivel kommunikálni, mert nem volt közös nyelv, amikor kellett használni egy ilyen fordítóprogramot? Nekem volt, amikor ellopták a laptopomat egy francia szállodán belül, akkor próbáltam volna angolul kommunikálni a recepciósal, de nem tudott, mert Párizsban még ez is lehetséges, hogy egy szálloda recepciósa nem tud angolul, és ezért aztán persze az történt, hogy konkrétan beírtam a Google Translate-be, és mint hogy felolvasni se tud, persze angolul írtam be, ahogy mondtad, mert ezt én is tudom, hogy így működik, és akkor kiírta a franciát, és akkor azt oda tartottam elé, mert én azt persze felolvasni se tudtam, mert a francia szavak kiejtése az ugye egy külön történet, és akkor ő is hasonló módon így kommunikált a saját billentyűzetével, oda beírta, és akkor néztük egymást, és akkor úgy veszekedtünk, hogy kinek a felelőssége, meg hogy miért hívjuk, és miért ne hívjuk ki a rendőröket. Egy kicsit vicces helyzet volt. Nekem nem volt ilyen, de az ilyen sztorikból nekem az jut eszembe, hogy talán akkor válik az algoritmusból mesterséges intelligencia, amikor elkezdi tudni az iróniát, meg az átvitt értelmet így kezelni.
Hát ez tekintve az, hogy mondjuk ez mennyire rosszul megy egy ideig Détának, akinek pozitronikus agya van, ami jelentsen bármit is nagyon menő, hát ki tudja. Vagy akár Sheldon Coopernek, akinek viszont szén alapú agya van, mint nekünk, de mégis a szarkazmus detektálása komoly problémákba ütközik. Persze az egy másik univerzum. És egyébként meg ez történik, ha C-3PO és Data szerelem gyereke megszületik, akkor Sheldon Coopernek hívják. Szerintem az egyetemes fordítón túl vagyunk, és egy nagyon olyan téma van, ami nekem szívemnek kedves, az a kommunikatív számítógép interfész, ami ugye a 24. századi sorozatokban főleg, de most a Discovery-ben is elő-elő jön, amikor ugye kérdezel, és mint az okos otthon, vagy mint az Apple Siri, vagy az Amazonnak az Alexa-ja, vagy a Google-nek is van ilyen, és említhetnék még egy csomó céget, de hogy igazán végrehajtja, és igazán megérti, hogy mit szeretnék tőle. Egyébként a Star Trekben nagyon érdekes, hogy ott nem mindig mondják ki, hogy komputer, mielőtt a komputernek akarnak beszélni, és hát mindig tudja a komputer, hogy mikor kérdezik őt. Hát lehet, hogy az, amit a Csaba is mond, meg te is mondtál, hogy a kontextus felderítése az mindenképp egy fontos, tehát hogy lehet, hogy a komputer egyszerűen kitalálja, hogy mikor szólnak neki, mint hogy a kisgyerekeknél is így működik. Bocsánat, ez nagyon sok adatvédelmi problémát vet föl, ha engem folyamatosan, és hát ugye gyakorlatilag ez történik ma is. Ez egyrészt igaz, és másrészt meg az is eszembe jutott, hogy akkor a feleségem, akiről már volt szó, hogy Star Trek rajongó, de neki az egyik kutatási területe az a dajka nyelv, ami azt jelenti, hogy a szülők például a gyerekükhöz máshogy beszélnek, mint mindenki máshogy. Például ugye azt szokás hinni, hogy más tempóban vagy más hangmagasságon, egyszerűen máshogy. És most nem a gügyögésről beszélek, hanem az, hogy légy szíves, hozd ide a tejet, azt máshogy mondod egy 3 évesnek, mint egy 20 évesnek. És egyszerűen ezt a gyerekek, ezt egyrészt a szülők ösztönösen csinálják, nem csak szülők egyébként, hanem bárki gyerekek társaságában, ez kimutatható. Másrészt a gyerekek ezt ösztönösen detektálják. Tehát ilyen módon lehet, hogy a 24. századra kialakul az a hanghordozás, amiből a Siri, vagy a Cortana, vagy az én nem tudom kicsoda, vagy a fedélzeti számítógép az automatikusan tudni fogja megszólítás nélkül is, hogy neki szólnak, mert egyszerűen az ember, mit tudom én, pökhendiben adja ki a mondatokat a száján, hogyha egy géphez beszél, vagy magasabb hangfekvésben, vagy mit tudom én. Mert hogy mi magunk is így működünk, és innen tudjuk egy csomószor, hogy most hozzánk beszél-e valaki, vagy nem. Tehát akkor lesz az embereknek egy komputer nyelve a dajka nyelv után, és akkor az tudni fogja az emmi, hogy ő lett megszólítva. Egyébként ezeknél a kommunikatív interfészeknél mi a cél, hogy funkcionális eszköz legyen, tehát a lehető legkevesebb szóból megértsen minket és kiszolgáljon, vagy beszélgetni is akarunk vele, mert akkor akarjuk-e azt elérni, hogy ez tökéletesen olyan legyen, mint egy ember, fokozva ezzel is a elszigeteltséget a valódi emberi társainktól. Hát a trendek azt mutatják, hogy beszélgetni akarunk. Így van, mindig beszélgetni akarunk, és lelki tanácsot várunk ezektől a dolgoktól. Egyszerűen azt akarjuk, hogy legyen egy személytelen partner, aki akár egy pszichoterapeuta valamilyen módon, aki mégis azt az illúziót kelti, hogy figyel ránk. És azt hiszem, hogy bizony ez egy nagyon komoly része ennek a dolognak, és egy komoly igény. Ez működik egyébként? Ti például tudnátok úgy beszélni egy bármihez, mint egy emberhez, és úgy éreznétek, hogy ti most egy valódi beszélgetést folytattatok, vagy jobb lett valami? Hát ne viccelj, az embernek, akinek van például házi állata, az egyfolytában ilyen beszélgetéseket folytat le. Hát az házi állata, hogy talán más egy kicsit, nem? Az mint Emax egy, nevű szoftver, azt emlékeztek arra az ősi szövegszerkesztőre, hogy Emax. Na, arra már 10-20 évvel ezelőtt is volt gagből beleépítve egy ilyen funkció, hogy Emax Psychotherapist, ami azt jelenti, hogy megkérdezte, hogy vagy, és akkor mi van veled, és akkor begépeltél válaszokat, és ő bizonylag intelligensen kérdezett vissza. De persze nyoma sincs a mesterséges intelligenciának, mondom, ez egy bot egyszerű szoftver, és akkor, és miért mondtad, hogy meg visszakérdezett, és néha
Egyébként tök hasznos az ember önismerete szempontjából, egyszerűen az, hogy valaki visszakérdez, és tényleg miért is mondtam ezt? Tehát ebből pont az volt a röhely, hogy egy csomószor, és most nem akarom degradálni a pszichológusok munkáját, egyáltalán nem, csak egy csomószor már önmagában az, hogy te miért is mondtad ezt? Ilyen egyszerű visszakérdezésekkel, ami tökéletesen automatizálható, még mesterséges intelligencia nélkül is, bizony csomószor hasznos dolgokra lehet jutni. Szóval, ja, szerintem ez működhet. Hát, hogyha meg tudnánk kérdezni a Windows-tól, hogy de hát miért most kell frissíteni, az lehet, hogy előrébb vinne minket, és csökkenne az úgynevezett számítógép bántalmazások száma világszerte, hogyha erre egy mondjuk egy racionális vagy megnyugtató választ tudna adni. Nagyon-nagyon okos otthonban laknátok, vagy lenne ilyen, azt hiszem az Eureka című sorozatban volt egy, a sheriffnek egy ilyen lakása, háza, amiben volt egy ilyen mesterséges intelligencia. Szóval, hogy például nektek női vagy férfi hang lenne, vagy például, mondjuk tudnátok például akár olyan színművészt, vagy ismert embert mondani, akinek a hangját szívesen hallgatnátok egyfolytában, vagy mondjuk váltogatnátok egy ilyen app segítségével, hogy milyen hangon szólaljon meg. Én kizárólag Csőre Gábor Erik Cartmannyével volnék hajlandó kommunikálni, hogyha a lakásommal kéne beszélgetni, és ha elmegyünk, akkor mondaná, hogy cságyíkok, meg ilyenek, ez szerintem tök menő lenne. Én a videójátékokban is női karaktereket szoktam választani, hogyha lehet, de egyébként, ha ilyen hangot lehetne választani, akkor én egy olyan színésznek a hangját választanám, aki skót és skót akcentussal beszél, de magyarul beszéljen. Tehát ez a szinkronban mindig egy fájdalom, hogy nagyon szeretjük a magyar szinkront, de eltűnnek az akcentusok, amikor az a jó skót akcentus van, az úgy eltűnik. És milyen jó lenne, ha magyarul is nézhetnék valamit, meg úgy skótul is beszélnének az emberek, és ezt a kettőt így, ha lehetne ötvözni, az tök jó lenne. Bár ez már egy másik kérdés, tehát lehet, hogy nem a kérdésedre válaszoltam. Pontosan, hogy érted? Tehát magyarul skót akcentussal kérlek, prezentáld ezt számunkra. Ezt nem lehet prezentálni, tehát épp ez a lényeg, hogy milyen jó lenne egy olyan kiejtés, ami skót, de mégis magyarul beszélő. Érdekes lenne ezt elképzelni. Ez egy, lehet, hogy egy olyan határhelyzet, ami megvalósíthatatlan, de én szerintem ez egy aranymetszet lenne azok között, akik sorozatrajongók, és azok között, akik szinkronrajongók. Ez valós probléma. Ki tudnánk számítani egy ilyet? Hát a skót az angolhoz képest mondjuk jobban pörgeti az R-t, vagy bizonyos magánhangzókat magasabb hangfekvésben jön, tehát mond, tehát mondjuk nem azt mondja, hogy fine, hanem hogy fein, vagy valami ilyesmi, tehát egy kicsit, szerintem tök jó, ez egy szép feladat, valaki számítsa ki, hogy mi az, ami úgy aránylik a közmagyar beszédhez, a köznyelvi magyarhoz, mint ahogy a skót angol aránylik a Queen's Englishhez. Hát ez biztos jó pofa, szerintem ezt meg lehetne csinálni. Még az is kiderül, lehet, hogy kiderül, hogy van egy ilyen dialektus valahol Magyarországban, ami olyan, szerintem, mint a skót. Szerintem van egyébként, ez az ízes magyar beszéd, van az a meteorológus csávó, Reisz András, ő beszél, úgy szerintem ő az magyarul a skót akcentus. Ő beszél, ami valószínűleg azért is jó pofa, mert még itt geográfiailag is adja magát a hasonlat, hiszen a palóc beszélők azok északon laknak és a hegyvidéken, tehát ez egyik, ők a mi highlandereink ezek szerint. Abszolút, köszönöm szépen, hát megfejtettük. Úgyhogy ezzel a fantasztikus megfejtésemmel búcsúzunk most el tőletek, de még mielőtt megtennénk, Csaba, pár szóban Picard sorozat az adásunk megjelenéséhez képest másnap, január 24-én érhető el már az Amazon Prime-on hetente, már tudjuk, hogy a második évad is elkészül, és hát az idén 80 éves Sir Patrick Stewart-tal a fedélzeten, a főszerepben, és olyanok is fölbukkannak benne, akik egyébként ugye régi rajongóknak is, rajongók szívének is kedvesek lehetnek. Így van, már tűkön ülve várjuk ezt a pillanatot, amikor újra elmerülhetünk Picard kapitány kalandjaiban. Hát nagyon köszönjük azoknak, akik végigkövették a Picard visszaszámlálást az űrszekereken. Folytatódik, de már nem visszaszámlálás formájában, hanem természetesen igyekszünk feldolgozni a Picard tartalmakat, az biztos, hogy az Impulzusban lesz heti szinten kibeszélő minden egyes epizódról, illetve az űrszekereken is jönnek a friss hírek, interjúk, stb.
mindenképpen tartson velünk, aki Picardra továbbra is kíváncsi a jövőben. Miklós, megnézitek-e, nézni fogjátok-e, feleséged mennyire várja, mit tudsz? Nagyon várja, és nyilvánvaló meg fogjuk nézni az összes részt. Így van. Hamarabb is, mint ahogy az egyszerűen úgy egyáltalán lehetséges. Tehát azt hiszem, hogy most jövő elmegyünk konferenciázni Bécsben, amikor a hallgatók ezt az adást hallják, akkor én éppen Ausztriában leszek, és akkor azt hiszem már 24-én, 25-én már ott fogunk ülni, és pikárdozunk, igen. Hát amennyiben ezt így a körülmények engedik. Reméljük, hogy tetszett a mai adásunk. Így próbáltuk a tudomány és fantasztikum világát közelebb hozni egymáshoz. A legközelebbi adásban egy zenés adással érkezünk. Ha minden igaz, most már nagyon régóta szeretnénk megvalósítani, hogy kedvenc elsősorban nyilván science fictionhez kapcsolódó, meg a sci-fihez, a tudományhoz és fantasztikumhoz kapcsolódó zenéket hozzunk el nektek. Ja. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Találkozunk legközelebb, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész.